Az Open Edu programról szeretnék beszélni. Miről lesz szó ebben az előadásban? Hogy jött létre az Open Edu program? Mik a nyílt forráskód előnyei az oktatásban? Hát sok előnyét ismerik a nyílt forráskódnak. Azt hiszem, hogy ezt nem kell nagyon, nagyon mélyen ecsetelni, de azért nyilván egy pár plusz pontot szeretnék hozzátenni ahhoz, amik így általánosságban terjednek. Milyen szoftvereket kínál az Open Edu program, és hogy ennek mik a különösebb előnyei? Hogy lehet részt venni ebben a programban? És hol tartunk most? A Open Edu program létrejöttének előzményei. 2001-ben létrehozták a Tiszta Szoftver programot, aminek a neve ugye azt sugallja, hogy minden más az koszos. De ez nem igaz. Nyilván meg akarták oldani azt a helyzetet, hogy illegálisan és jogellenesen futtatnak számítógépes szoftvereket az iskolákban, mert pénz nincs. Ezért központilag ezt bevásárolták. Viszont az oktatás ugye arról szól, hogy ismertessünk meg sok mindent a diákokkal, nyissunk ablakot a világra, és az ablakot kicsit félreértelmezték, mert Windows lett belőle, de hogy az ablak az ugye az, amin keresztül az egész világra kilátunk és látjuk. És aztán ennek az ablaknak most eljött egy másik jelentése is, hogy létrejöttek egyéb olyan programok, én most ugye az Open Edu programot szeretnék ezek közül beszélni, amik egy kicsit tágabbra nyitják a spektrumot és a lehetőségeket. Nem voltak költséghatékony megoldások elérhetőek. Azért valljuk, hogy 2001-ben még nem volt olyan feltétlenül olyan állapotban a nyílt forráskódú ekorendszer, ha ilyen szépen tudom ezt mondani, ami lehetővé tette azt, hogy könnyen, viszonylag nem nagyon sok támogatással az iskolák, nem nagyon sok tudással, tehát a gurufaktor nélkül tudták volna használni ezeket az eszközöket széles körűen. Tehát egy-két helyen nyilván igen, de széles körűen nem. Nem voltak elérhető célmegoldások, ezek a tiszta szoftverprogramon most sincsenek, mert általános célú szoftverek vannak, hogyha megfigyeljük, és amik különben is elérhetők a piacon, célmegoldások nincsenek. A tiszta szoftverprogram nem volt annyira rugalmas, és sok fölösleges kiadás volt, rengetegen használtak már nyílt forrású szoftvereket, de számukra is megvették a tulajdonosi szoftvereket, akkor is, hogyha nem használták őket. És nem volt teljes a lefedettség, meg bizonytalanság volt évről évre, hogy mi lesz, hogy meg lesz-e hosszabbítva, vagy nem. Szerintem ez még mindig fönnáll, de ugye azért a nyílt forráskódnak megvan az az előnye, hogyha nincs is szoftver, mondjuk nincs szerződés, akkor is lehet tovább használni a szoftvereket. Legfeljebb értéknövelt szolgáltatások nem járnak hozzá. Miért nyílt forráskód? Ezt most itt egy ilyen konferencián én nem mondanám el, jó? Tehát nyilván mindenki tudja, hogy rugalmas, gyártófüggetlen, nagyon költséghatékony. Támogatja a nyílt szabványokat, aztán nagyon fontos. A nyílt forráskód az organikusan támogatja a nyílt szabványokat, mert nincs más lehetősége. Ezért egy nagyon jó eszköz a nyílt szabványok elterjesztésére. És elfogadottá vált mindenhol 2011-re, már előbb is, de mostanában mindenképpen. Az Open Edu az állam és a ULX között létrejött megalapodás, melynek értelmében nyílt forráskódú szerver és kliensoldali megoldásokat szervezett és támogatott módon teszünk elérhetővé a köz- és felsőoktatás intézményei számára. Nagyon fontos szó, hogy szervezett és támogatott módon, mert nyílt forráskódú szoftvereket mindenki mindenhonnan le tud tölteni, azt tudja támogatni is önmaga, vagy a ismerőseivel, vagy a interneten keresztül, de szervezett módon, ami az elterjedésnek egy nagyon fontos része, hogy standardizált, szervezett módon, fix támogatással. Ez az a pont, amin, ha átlendülünk, akkor tud igazán széles körben elterjedni. Vannak benne célzottan az oktatás segítő szoftverek, nem általános operációs rendszerről van szó, amiből van 48 vagy 97 darab, hanem célzottan az oktatás segítő szoftverek vannak benne, és kapcsolódnak hozzá implementációs, tanácsadási, támogatási szolgáltatások. Kik a célcsoport? Két célcsoport van, a felső és a közoktatás. Felsőoktatásban egyetemi oktatók, informatikusok, és természetesen a hallgatók is. Közoktatásban általános és középiskola, azon belül tanárok, informatikusok, rendszergazdák és a diákok. Miért kell az Open Edu? Hát fölmerült azért a kérdés, hogy hű, ez tök jól hangzik, de miért Open Edu? Mert nyílt forráskod mindenki számára elérhető, ezért nyílt. Az, hogy a nyílt forráskod elérhető mindenki számára, ez egy potenciál. Ezt látnunk kell, ez nem egy érték magában.
A nyílt forráskód az egy érték hordozó, olyan értelme, hogy potenciálja van arra, hogy érték legyen belőle. Magában a kód az nem érték. Illetve amikor azt mondom, hogy nem érték, a végfelhasználó számára nem érték. És nem csak az Android esetében nem, azt hallottuk, hogy miért nem, mondjuk ott egy kicsit más politikai, meg gazdaságpolitikai viszonyok is vannak, de ahogy a potenciálból értéket csinálunk, az egy ilyen szervezet program. És úgy gondolom, hogy ezért kell az OpenEDU. Az oktatási igényekre szabott megoldások vannak benne, támogatott megoldások, és természetesen minden nem lehet támogatni, tehát kiválasztottunk egy olyan szoftverkészleteket, amiket mi támogatunk. Ennek a köre bővülhet természetesen igény esetén a jövőben, de valamivel el kell indulni, és elindultunk egy olyan standard szoftverkészlettel, amit minőségileg lehet támogatni, akár iskolák százai, ezerei számára is. Garantált szoftverkövetés van benne, és hibajavítás, és nem kell gurufaktor, nem kell hozzá mély tudás, hogy valaki ezeket használja. Ez nagyon fontos, mert tudás az időközben, a használat közben alakul ki. Nem lehet feltételezni egy nagyon nagy tudást, mert ez megint az elterjedésnek egy gátja lesz. Mindenki részt vett a programban, akinek OM száma van, ugye OM már nincs, de OM szám még van, aki, tehát oktatási minisztériumra utal ez a szám, ugye egyedi azonosító a közös felsőoktatási intézmények számára. Az, hogy valaki a tiszta szoftverprogramban vagy más programban részt vesz, az nem kizáró ok, tehát attól még lehet ebben is részt venni. És már a meglévő szoftverek is bekapcsolhatók, tehát valaki mondjuk Windows-t használ, természetesen továbbra is ez használható, nem kell itt mindent lecserélni. Hogyan vehető igényben? Az OpenEDU oldalon regisztrálni kell, és csatlakozási igényt jelezni kell. Ez nagyon egyszerű dolog. Ez nem diákok számára van a csatlakozás. Intézményenként lehet csatlakozni, nem diákonként. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki csatlakozni szeretne, akkor az intézményének, tehát az általános iskolájának, a gimnáziumának, vagy a főiskolájának, vagy az egyetemének, ott az egyetemből nyilván egy kar is csatlakozhatnak az egész egyetemnek, a felelős vezetője, vagy annak a megbízottjának kell a csatlakozási szándékot jelezni, és más nem is kell csinálni. Nézzük először a felsőoktatást. Itt ugye két részre válik az OpenEDU program. Mit tartalmaz? Elfogadott szabványos nyílt forráskódú komponenseket tartalmaz az operációs rendszer szinten, virtualizáció, szerver operációs rendszer, desktop operációs rendszer, adatbázis szervert tartalmaz, tartalom és dokumentumkezelésre szoftvert, e-mail és kollaborációra és e-learningre tartalmaz szoftvert. Ezen kívül egyedi megállapodások bizonyos esetekben, az intézmény lehetőségeivel és igényeivel összehangolva, mert ugye standard szoftverek vannak, nem specializált szoftverek, viszont egy egyetemi főiskolai rendszerben, ahol több ezer, több tízezer ember van, ott integrálni kell nagyon szigorúan a meglévő rendszerekkel, bizonyos esetekben ez is részét képezheti a programnak, tehát sőt erre példa is van már kialakulóban. Egy intézménynek ez azért jó, mert költséghatékonyan tud üzemeltetni, tehát manapság olyan technológiák vannak elterjedőben, amik nyílt forráskódban, említem itt a cloud, meg a virtualizáció területét, amiknél borzasztóan a költségek elválnak, hogyha nyílt forráskód és tulajdonosi szoftvereket veszünk figyelembe. Ezeknek a használatával költséghatékonyan lehet az intézményt üzemeltetni, amire azt hiszem a mai pénzhiányos, extrém pénzhiányos környezetben igény is van. Innovatív technológiákat kapnak a hallgatók. Ez egy nagyon nagy elvárás, mert a hallgatók kint a világban élnek, ahol van Facebook, van Amazon, van Yahoo, van Google, minden van. Rengeteg innovatív webes technológia van. Ha bemennek az egyetemre, és ott nem ezeket kapják, nem ezeket találják, akkor nem fogják használni, vagy lesz egy rossz érzésük. És úgy gondolom, hogy innovatív technológiákra szükség van a 21. században, hogy a hallgatók is az intézményen belül hozzájussanak. Rugalmasan kialakítható megoldások, beszéltem az integrációs lehetőségekről, és ugye nincs gyártói zsákutca. Egy oktatónak is az jó, tudományos életben nyílt forráskódot, alapvetően nyílt forráskódot használnak a tudományos életben. Ehhez most támogatás is járhat. Rengeteg példa van, még speciális disztribúció, például a Scientific Linux, amit a tudományos számításokhoz több magyar egyetem is használ, az például egy Red Hat leszármazott operációs rendszer, ami a kutatási feladatokra van kisarkítva. Ez egy nemzetközi dolog, de a sok magyar egyetem is részt vesz benne. És a házi feladatokhoz, projektmunkákhoz ki lehet speciális környezeteket alakítani. Ide van nekem sok példa írva, csak az időm kevés. Házi feladatok, projektmunkák, például a
Műszaki Egyetemmel csináltunk egy olyan, hogy egy komplet virtuális környezetet összeállítottunk egy házi feladat, fejlesztési házi feladat megoldásához, ezt egy virtuális gépbe telepítettük, és a virtuális gépnek egy snapshotját megkapta az egyetem, és utána ezt a snapshotot megkapta minden diák, otthon bekapcsolta, és már is ott a komplet fejlesztő környezet, természetesen nem volt egy több gigabájtos, terabájtos fejlesztő környezet, ez nem biztos, hogy egy otthoni laptopon elfut, hanem pont azok az eszközök voltak beletéve, ami az adott feladat, házi feladat, nagyházi megoldásához szükséges. Csak azok a pluginek, csak azok a komponensek. Ezt összecsomagoltuk, és az egész egy CD-n, DVD-n vagy egy pendrive-on elfér. Tehát ilyenre gondolok egy oktatónak, ez borzalmasan. Hát azért jó, mert nem neki kell megcsinálni. De különben, és egy nagyon jó környezet, ami célorientált környezet, hazavihető, kipróbálható, és nem kell szenvedni, hogy most a licensz kié, meg hol, meg hazaviheti, meg nem viheti, meg jogosult, meg nem jogosult, meg arra a célra való, meg nem jó, mert 5 kor kell hozzá, és neki mondjuk 5 nincs, de mondjuk 4 koros processzor, és ez csak 2 koros. Tehát ezek a szenvedések, a licenszel, meg express verzió, meg mit tudom, mik vannak, ezekre egyikre, tehát nem kell vele foglalkozni egyszerűen, hanem viszi haza, aztán csinálja. Nagyon sokat lehet még a felsőoktatásról beszélni. Most nagyon kevés, én csak egy fél órát kaptam sajnos, pedig egy órát szerettem volna. Beszélek egy kicsit a közoktatásról. Azt szeretném elmondani, hogy mind a két programmal kapcsolatban, tehát a köz- és felsőoktatás, van egy, itt egy standunk kint, az OLX stand, ahol az Open Edu programot ott mutatjuk. Mindenkit szeretettel várunk a standnál, ott el tudunk beszélgetni részleteimben, meg be tudjuk a szoftvereket is mutatni, mert ott vannak futóképes környezetek vannak, tudunk ott beszélgetni erről, aki csatlakozni szeretne. Nézzük akkor egy kicsit a közoktatást. Közoktatás teljesen más, mint a felsőoktatás. Nem generikus szoftverekről van szó, egy iskola informatikai üzemeltetéséről van szó, ami egy célkörnyezet, célfeladatokat kell megoldani, egyszerűnek kell lennie. Nem generikus, nem szerteágazó, nem agybafőbe integrált külső rendszerekkel, nem átalakított bizonyos egyedi igények során, vagy való megfelelés miatt, hanem egy célkörnyezet, ami megoldja egy közoktatási intézmény informatikai feladatait, anélkül, hogy be kelljen ruházni extra módon szoftverbe, vagy hardverbe, mert egy csomó funkció szoftverben van megvalósítva, amit különben ha hardverrel valósítanánk meg, például a router funkciók, akkor azokért sok százezer forintot kéne fizetni, így meg szoftverből ezek meg vannak valósítva. Ezt a Sulix termékcsaláddal fedjük le, meg 3 eleme van a Sulix Server, ami a szerver funkciódás biztosítja, Sulix Professional, az ez, tehát a Sulix Professional ilyen netbookokon, ez pont gyerekek számára lett különben csinálva, mert hogyha lejti az ember, ilyen kis füle van, és ha kiesik a kezébe és lejti, akkor összetörik. De különben nem mindig törik össze. Mi egyet próbáltunk csak ki, az összetört, és akkor utána mi már többet nem. Úgy van csinálva, hogy ne törjön össze, lehet, hogy rosszul ejtettük le, de egy gyerek az... Jó, ez nem az összetört darab, de láttátok. Hibernálva idehoztam táska, tehát ilyen kis image, meg minden feeling, és akkor kinyitom, rögtön hibernálásból fölébredt ugye egy, mit tudom mennyi, 1 másodperc alatt, rögtön bedugtam, fölkapcsoltam, azonnal működik. Tehát meglepő. Tényleg meglepő, aki sokat foglalkozott ilyennel, tudja, hogy ez meglepő, de most már standard. Na most az oktatási folyamatot segítő szoftverekkel is tele van ez a kis kütyű, meg a szerver oldal is. Tanulói és érettségi szoftverkörnyezet van benne. Ez egy tanúsított platform, tehát ezen lehet érettségizni. Oktatási hivatal által tanúsított platform, a Sulix, ami a Open Edu keretében itt így elérhető a közoktatási intézmények számára. Az, hogy tanúsított szoftver, az annyit jelent, hogy ezen bárki érettségizhet, és nem mondhatják rá, hogy ez nem támogatott, mert igenis támogatott, pecsétesen támogatott operációs környezet. Azért nem mondok operációs rendszert, mert rajta van 50 szoftver, ami a oktatást támogatja, és megfelel azoknak az igényeknek, amit a oktatási hivatal támasztott. És van egy Moodle e-learning rendszer is benne. Mit tartalmaz? Tehát alapszoftvereket tartalmaz, egy ilyen szakmai vizsgára, érettségire, ECDL típusú tudásra is föl van készítve, és rengeteg oktató szoftver van benne, meg ilyen szórakoztató szoftver is. Hát nem, iskolában ugye nem szabad szórakozni, de azért ezt haza is lehet vinni.
ezt a nyilvánvalóan korlátlanul lehet másolni, vagy felhasználni, és akkor nyilvánvalóan otthon meg lehet szórakozni. És ehhez biztosítottunk egy csomó dolgot. Van itt egy érzékeny kérdés, ez ebben azért azt azért tudni kell, hogy ugye a multimédia lejátszás az egy problémás dolog, ugye, mert a multimédia formátumok jogvédettek, és attól, mert beleteszik néhány disztribúcióba, attól az nem lesz legális. Tehát ezt mindenkinek tudnia kell. A Sulix az legális multimédia lejátszási platform, tehát a támogatott formátumokat, azokat, és itt azért elég széles a skála, a Windows médiától kezdve, hát amikben sajnos, hogy szerencsére kapunk ugye anyagokat, ezeket mind legálisan támogatja. Hogyan működik? Tehát a Sulix Professional az nem csak egy operációs rendszer, és nem csak megvan tömve baromi sok oktatássegítő szoftverrel, amik magyarítva is vannak, hanem együttműködik a Sulix szerverrel, tehát szerverkörnyezetben működik, méghozzá úgy, hogy a telepítés során semmit nem kell beállítani, automatikusan konfigurálja magát. Fölismeri a hálózatban, hogyha van szerver, a szervertől elkéri, hogy a szerver mi szolgáltatásokat nyújt, azokra automatikusan kapcsolódik, semmi Linux tudás nem igényel, se a rendszergazdák részéről, se a felhasználó részéről. Nagyon egyszerű használni, szerver környezetben vagy standalone módon szerver nélkül használom, akkor sincs különbség. Van benne egy Active Class, ami most sok helyen látjuk itt, hogy ilyen digitális táblákat, ugye digitális tábla őrület van, minden iskola kap digitális táblákat, ez még a TIOP, a 2007-es TIOP 1-1-1, meg a 2009-es TIOP 1-1-1-nek a folyamánya. Viszont digitális tábla. A digitális tábla az egy nagyon jó dolog, csak képzeljük azt el, hogy itt egy hatalmas LCD képernyő, vagy más technikai képernyő világít mögöttünk, és diák pont miattunk nem látja a képernyőt, aki így ír rá, és közben állandóan sugárzásban lenni napi X órát. Hát az nem kellemes, tehát én nem nagyon látom az előnyét, de biztos van neki. Mi ezt úgy oldottuk meg az Active Classban, hogy van a tanárnak egy képernyője, és azt egy gombnyomással megosztja az összes diákkal. És hogyha a tanár mutat valamit, az a diák látja, hogy a tanár mit mutat. Hogyha a diák nem mondjuk játszik, a tanár az összes képernyőt a osztályteremben látja a saját képernyőjén kicsiben. Ha rákattint, akkor nagyban is. És aki játszik, annak szólni tud annék, hogy oda menne hozzá, mert látja a képernyőjét, sőt, le is tudja távolról tiltani a képernyőt, meg a bemeneti eszközöket. Azon kívül, hogyha egy diák nagyon jó megoldást készít egy adott feladatra, akkor a diák képernyőjét az összes többi diákkal meg tudja osztani, hogy az a diák bemutathassa a feladatát, vagy amit ügyesen megoldott. Ez mondjuk digitális táblával nem lehet megoldani, ez sokkal hatékonyabb eszköz, az Active Class. Még egy előnye van. Nem kell cipelni, mert ezekkel a gépekkel működik, amit így megfogok. Adhok jelleggel egy szakkört 5 perc alatt tudok csinálni, akár az aulában is. Leülünk 5 székre, mindenki az ölébe vesz. Ugye laptop, ugye az angol szó lap, az az ölem. Tehát ez azért laptop, mert az ölben lehet használni. Tehát hogyha az aulában leül 5 gyerek szakkört tartani egy tanárral, akkor mindenki ölébe veszi, és azonnal meg tudják osztani egymás képernyőt, tudnak együtt dolgozni, nem közel se digitálisan, se semmi, csak ilyen kis vacak ezek, vagy bármilyen gépen működik, tehát nem kell, hogy ilyen legyen, csak ez jó, mert ezt le lehet ejteni. Van benne frissítés karbantartás, nem kell hozzá root jog vagy admin jog ahhoz, hogy telepítsem. A mi aláírt szoftver repositoringból, App Store-nak hívják ezeket, nagyon jól hangzik. Tehát, hogy tehát a szoftver repóból le lehet rootjog nélkül a digitálisan általunk aláírt csomagokat rootjog nélkül is lehet telepíteni. A máshonnan valókhoz kell rootjog, ez azért van, hogy ne lehessen rögtön szétcseszni a rendszert, idő kelljen hozzá. És akkor van mellé dokumentáció meg támogatás, tehát kb. 600 oldal user dokumentáció van benne, van tanári kézikönyv, meg van adminisztrátori kézikönyv. Ez a Shotwell program, meg hogy hol jártam nyáron, ezt lefényképeztük, és akkor ezek csak ilyen minták. Ez például az Inkscape, tehát hogy a saját logónkat is el tudjuk rontani, ha akarjuk, ilyen vektoros editor. Ez mind benne van a Sulix Professionalben. Meg ez a Shotwell program, ez elég jól használható időközben, tehát ilyen menedzselésére jobb vagy rosszabb sikerült fotóknak. Itt van az Active Class, amit mondtam, ez italra épül.
Tehát itt minden nyílt forráskódú szoftver, nem mindent fejlesztettünk, csak azt fejlesztettük ki, azt a pluszt, ami nem volt meg. Tehát itt most csak egy terem látszik, de így a termeket látja a tanár, meg osztogatni lehet a képernyőket. Itt ez elég jól látszik, de élőben is meg tudjuk mutatni akár kint is. Sulix Profession és a Sulix Server együtt egy egységet alkot az iskola számára. Rengeteg Sulix Servert használó funkció van. Ugye az alapfunkciók, hálózati autentikáció például. De van egy olyan trükkös, ilyen credentials caching, ami annyit jelent, hogy ha bejelentkezünk a hálózatba, de mondjuk Wi-Fi-n vagyunk, és utána nincs jelerősség, vagy diszkonnektálunk, hibernálunk, megfújjuk a táskát, hazavisszük, kinyitjuk, akkor bejelentkezve maradunk. A hálózati funkciókat nem érjük el, de a credentials, tehát a felhasználói név, password alapján be tudunk továbbra is lépni a saját rendszerünkbe. A helyi fájlokat elérjük, a rendszerfájlokat, vagyis a hálózati fájlrendszert akkor nem érjük el, de nincs benne az, mint régen volt az NFS-sel, hogy akkor így megáll az egész rendszer, és akkor nem lehet mit csinálni, hanem ez ki van alakítva úgy, hogy bármikor kapcsolódom a szerverhez, leválasztódom, kapcsolódom, leválasztódom, ez semmi, a működésben semmilyen megakadást nem okoz. Hálózaton tárolt fájlok is vannak benne, csoportmappák. Pixiboot-tal lehet telepíteni, egy gombnyomásra megfrissíteni. A Sulix szerverben benne van az összes Sulix professionálnak az image-e. Az magát frissíti, tehát ha kiadunk egy új image-et, az éjjel letöltődik a Sulix szerverbe, és mindig a legújabb rendelkezésre, ez egy telepítő szerver. Tehát, hogyha a kliensen F12-ben Pixiboot-tal bootolunk, akkor mindig a legújabb image, ami a szerveren van, az 12 perc alatt, vagy gyorsgép esetén 6-8 perc alatt föltelepül, és rögtön fölismeri a hálózatot, és be lehet jelentkezni. Az Active Class az ugye egy bizalmi dolog, hogy kikinek a képernyőit láthatja, ezért ez kulcsmenedzsmenttel van ellátva. A kulcsok kezelése az a szerveren van, hogy csak a tanár webesen lehet hozzáférni, persze nem kell oda menni a szerverhez. Van egy multimédia funkció, az is kulcs van, és a diákok után is van egy takarítás funkció. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy a diák sok szemetet hagy a óra után a gépen, akkor ha a szerveren ezt egy webes felületen bepipálja valaki, akkor kilépés után kitörli a helyi dolgokat, amit a hálózatra mentett, az megmarad. Sulix szerver, ugye, mint mondtam, ez egy infrastruktúra szerver, alapvetően DNS, DHCP, CIF szerver, HTTP, NFS, LDAP, minden, ami jó. Van benne vírusírtás, vagy víruskeresés is, meg nyomtató szerver is, meg proxizás is van benne, a proxiban vannak, ezt is a tanár irányítja, hogy ne lehessen hozzáférni, be lehet jelölni, hogy mit tudom én, szexuális tartalmakhoz, erőszakos tartalmakhoz, nem lehet abból az egy, abból a teremből, ahol éppen oktat, akkor böngészni ezeket blacklistre teszi. De van whitelist is, tehát ha mindent letilt, akkor csak 5 oldalt lehet látogatni, mert az órán csak ezt az 5-öt szabad, akkor csak ezt az 5-öt engedélyezi. Ez nem kell rendszergazda, semmilyen tudás nem kell, be kell x-elni, be kell egy kattintani, és a tanár a saját termére ezt rögtön egy webes felületen megcsinálja. Semmilyen funkcióhoz nem kell rendszergazda, tehát egy tanár kattingatással a gyerekek között az internetet leválasztja, ha dolgozatírás van, hogy nem tudnak egymással csetelni, nem tudnak e-mailt írni, semmit nem tudnak arra az időre csinálni. Nem kell hívni a rendszergazdát, hanem a tanári gépről webes felületen ezt mind megcsinálja. Sulix szerver még azért más, már ezt elmondtam nagyjából, de még az összes tanulót és összes pedagógust import-export, mondjuk OpenOffice-ból, LibreOffice-ból, Excel-ből, spreadsheet-ből, tehát minden táblázatkezelőből föltöltöm, exportálom, görgetem az éveket, tehát a userek benne lesznek a saját osztályukban mindig. Van benne egy biztonsági mentés automatikusan beépítve, katasztrofálhárító mentés van benne, tehát le lehet menteni az összes partíciót, vagy logical volume-ot, és aztán helyreállítani egy az egyben. Vannak benne tanári, meg szülői levelező listák, automatikusan létrejönnek minden gyerekhez. Ugye a szülői e-maileket is fölvisszük. Hozzáférés korlátozás van, ezt időtervet meg lehet adni, hogy csak a órák közötti szünetben lehessen internetezni, vagy csak délután. Ezt automatikusan egy időterv alapján megcsinálja a rendszer. De nem kell hozzá plusz router, meg semmi, tehát több internetkapcsolatot. Akinek nem elég gyors
a Sulinet által biztosított sávszélesség. Olyat még nem láttam, akinek túl gyors volt. És azt mondta, nem kell ennyi, nem kell, kicsit korlátozzák. Ha ez nem elég, vesz mellé egy ADSL-t, és nem kell routert venni, meg semmit. Két hálókártyába a Sulik szerve bedugja, utána egy webes felületen ki lehet osztani, hogy melyik tantermekbe milyen sávszélesség lehet, melyik interfészről kapjon internetet. Gazdasági osztály meg szokta kapni az egyik internet interfészt, és akkor a többiek meg marakodjanak a többin. De aki mondjuk, de hogyha ez mondjuk éppen nagy sebesség kell egy mit tudom, bemutató órához, akkor a többi ember az addig pusztuljon, és akkor oda megkapják a teljes sávszélességet, amíg a tanfelügyelő ott van arra kis időre. Tehát mindent lehet csinálni kattingatással, tehát nem kell nagyon semmit trükközni. Meg nem kell rendszergazda hozzá ezeknek a beállításoknak a megtételéhez. Dolgozatírás, dolgozatkiosztás, dolgozatbeszedés, az is egy-egy kattintás termenként. Van benne egy kattintásos érettségi üzemmód. Ez nincs még így levédve ez a kifejezés, de az Amazon már levédte ugye a one click egy kattintásos vásárlás, tehát az egy kattintásos érettségi az annyit jelent. Van a... Ezt még az OM dolgoztak ide, nyilván az Oktatási Államtitkárságnak, hogy megvan, le van írva, hogy mit kell biztosítani egy érettségéhez, hogy milyen biztonsági megfelelések kellenek ahhoz, hogy érettségiztetni lehessen egy iskolában. Itt semmit nem kell beállítani, a Sulikszerrel van, rákattint, hogy érettségi üzemmód, és az összes, elvágja az összes kapcsolatot, mindent, pont a leírásnak megfelelően, amit a kormányzatban megszabnak, és utána vissza is lehet állítani. Na, már ugyanazt a gombot nem lehet megnyomni, mert nincs hálózat, ugye, hanem akkor oda kell menni a konzolhoz, hát annyi nyilván, és onnan lehet visszakapcsolni. Igen, egy ilyen időgéppel lesz, hogy meg lehet még oldani, ez meg... Igen, és az egész Sulik szerver az ugye a biztonsági frissítés. Mi van akkor, hogyha ez mind azért az interneten kint lógnak ezek a gépek, mert otthonról is a tanár belép, és akkor összegyűjti otthonról tudja javítani a dolgozatokat. Tehát amit egy kattintással az osztályterembe beszed dolgozatot, összegyűjti, azt otthonról ő tudja javítani, hozzáfér. De mivel ez az interneten van ez a gép, ezért a biztonsági frissítések borzasztó fontosak, és ez is az Open Edu, hogy ezek járnak, a biztonsági frissítések. Enterprise Linux alapok, kömerreteten alapul, és garantáltan ez annyit jelent, hogy 7 és fél évig garantált az adott verzióba vissza van portolva minden biztonsági frissítés, nincs kényszer upgrade, mert már nem támogatott a szoftver. És természetesen a támogatás is jár hozzá, szerintem van 5 percem még. Miért jó az egy tanárnak? Stabil, biztonságos munkakörnyezetet teremt, minden webesen elérhető. Ez az Active Class-ról beszéltem sokat, hogy a tanulók munkát nyomon lehet követni, meg segítséget nyújtani, és otthon is használható. A tanulónak is azért jó, mert hazaviheti, és gyakorolhat azon, amint majd érettségit tesz mondjuk. Iskolai dokumentumokat, e-maileket eléri otthonról, tehát ez egy nagyon kellemes kis környezet. Üzemeltetőnek, fenntartónak azért jó, mert a webesen lehet az egészet adminisztrálni, és akár valakinek van 5-10 iskolája, ahol rendszergazda, mind az 5-öt egyszerre látja külön böngésző fülekben, tehát nem kell oda menni a legtöbb esetben beállítások miatt, hanem távolról megtehető és sokkal kényelmesebb, főleg a válságos időkben. Automatizált a teljes telepítés frissítési folyamat, ez nagyon kellemes, rendszergazdának nem kell ezekkel az idejét töltenie. És gyors, hatékony segítségnyújtás van, van egy hotline-unk, ami munkaidőben hívható, azonnal segítünk, bármilyen probléma van az Open Edu keretében. És a beszerzendő szoftverek igénye jelentősen csökken. Most lesz egy konferencia, amire megyünk, és a Photoshopot akarnak tanítani, de hát mondtam, hogy ne Photoshopot tanítsanak, mert olyan úgyse lesz az iskolában, mert nem tudják megvenni, hanem Gimpet tanítsanak, az meg mindig lesz. És nyilván meg a Sulixban benne van a Gimp. Tehát most úgy állítunk össze egy workshopot Sulix gépekből, hogy Gimp van rajta, mert van, de csak el kell indítani, de hogy sokkal egyszerűbb olyat oktatni, amit majd nem kell azon görcsölni, hogy majd meg lehet-e venni, vagy nem. Mi a jövő? Nagyon sok új ötletünk van. Folyamatosan fejlesztjük a kliens meg szerverről egy szoftvert. Egyre több intézmény csatlakozik és használja nagy sikerrel szoftvereket. Nagyon örülnek nekik az emberek. Bővül a szoftver ekorendszer, egyre több szoftvert vonunk be, és a tulajdonosi megoldásokat gyönyörűen szinte mindent ki lehet váltani.
És fókuszban a zöldözős beruházások, ezt arra írtam, hogy aki azt mondja, hogy Linuxos munkakörnyezeteket akar, az az egyszerű dolog, ha azt mondja, hogy dual boot, meg mindenféle ilyen szoftver azon a gépen, meg ezen a gépen fut, nyilván az nehezebb, tehát a zöldmezős az jobb, de természetesen az együttélést más rendszerekkel is elég könnyen meg lehet oldani.